Következő napirend az Egyedül nem megy alapítvány kérelmének elbírálása. Megkérem Kovács Teodóra osztályvezető asszonyt, hogy foglaljon helyet a mikrofonnál. Köszöntöm körünkben Szabóné Ferenci Máriát. Nem látom Marikát, hol van. Marikát, a Humán Szolgáltatók Központnak vezető helyettesét. Jó napot kívánok! És megkérem osztályvezető asszonyt, hogy az előterjesztést ismertetni szíveskedjen. Tessék parancsolni. Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntök mindenkit. Különböző súlyú fogyatékossággal élő felnőttek, fiatal felnőttek szülei nyújtottak be kérelmet a képviselőtestülethez, illetve a polgármester asszonyhoz, azzal a céllal, hogy szeretnék, ha számukra nappali ellátást, esetleg foglalkoztatással kiegészítve itt a településen kerüljön számukra ez esetleg nyújtásra, biztosításra. Ezekre vonatkozó jogszabályokat áttekintve azt kell elmondanunk, hogy elsődlegesen a szociális törvény az, ami szabályozza az önkormányzatoknak az erre irányuló feladatát, illetve szintén a szociális törvény az, ami a működési engedélyre vonatkozó kötelező elemeket is szabályozza, illetve meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy egyáltalán bármiféle ellátásra, szolgáltatásra egy intézmény működési engedélyt kaphasson. Az egyik ilyen feltétel az a befogadás, amit minden évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma januárban közzétesz. Ez azt jelenti, hogy közzéteszi azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyekben ő a finanszírozás alapját képezően tulajdonképpen ezt a feladatot befogadja. Meg kívánom jegyezni, hogy sem 2015-ben, sem 2016-ban és 2017-ben sem ezen a területen nincsen a finanszírozás vonatkozásában befogadás, és ahogy az előbb említettem, a működési feltételnek viszont, vagy a működési engedélynek viszont feltétele ez a befogadás. Az előterjesztésben modelleztünk egy példát, egy 6-8 fős csoportra vonatkozóan, amelyben figyelembe vettük a működés személyi és tárgyi feltételeit is. A személyi feltételeknél mindenképpen szükséges egy intézményvezető vagy egy szakmai vezető, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Szükséges továbbá egy részmunkaidőben egy terápiás munkatárs, aki szintén felsőfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen, illetve szükséges még további két fő szociális gondozó középfokú végzettséggel. Még egyszer mondom, ez egy csoportra és 6-8 főre van modellezve. Így számítva a dologi és bérjellegű kiadások költsége, ez összesen 17.840.000 forintra tehető ki. Jelenleg Abonyváros költségvetésében ez a pénzügyi fedezet 2017 évben nem áll rendelkezésre, és mivel nincs befogadás, ezért finanszírozás sem kap a működtető a feladat ellátásra, és emiatt nem lehet működési engedélyt sem kapni. Van még egy lehetőség, hogy ezt esetleg társulás formájában lehet ellátni, akkor is jár ez a 30%-os emelt finanszírozás, ekkor valamivel kevesebbet az összeg, amit a költségvetésből biztosítani kell, de sajnos jelenleg nem áll erre rendelkezésre fedezet. Mind a pénzügyi bizottság, mind pedig a humánpolitikai bizottság tárgyalt az előterjesztést, és mindkét bizottságon egy alternatív javaslatként fogalmazódott meg az, hogy egy önszerveződésben az intézménnyel együttműködve az ő helységének szabad kapacitása terhére legyen lehetőségük ezeknek a fiatal felnőtteknek arra, hogy ott csoportosan összejöjjenek, együtt legyenek, az elkezdett munkát ott tudják folytatni, esetleg kezdődjön kialakulni egy olyan foglalkoztatás, ami abban az esetben, ha a kapacitás vagy a kapacitás befogadása támogatott lesz egy továbbfolytatás útján, tulajdonképpen ez az intézmény kiépítésre kerülhet. Tehát ezt mind a két bizottság megfogalmazta, és igenis szándék és tudomásunk van róla, hogy ez egy szükséges feladatunk, és amennyiben a befogadás úgy alakul, hogy az alapján már működési engedélyezési eljárás le lehet folytatni, és az intézmény erre engedélyt kaphat, akkor mindenképpen szándékunk, hogy ezt a nappali ellátást ezeknek a fiatal felnőtteknek biztosítsuk. Jelenleg sajnos erre nincsen egyelőre pénzügyi fedezet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszöntöm körünkben az Egyedül nem megy alapítvány kuratóriumának elnökét, Járványné Doka Máriát, és a szülői közösséget, akik elkísérték.
És hát amennyiben kívánnak szólni, én úgy gondolom, hogy a testület megadja a lehetőséget. Először Bujkáné Gál Erzsébet bizottsági elnök asszonynak adom meg a szót, tessék parancsolni. És először is szomorúan tapasztalom és hallottam, hogy ők sem kaptak meghívót a bizottságülésen. Szó volt arról, hogy szívesen vettük volna, hogyha az alapítvány részről valaki jelen van. Mai napon találkoztunk, és mondták, hogy senki nem kapott, nem tudom, pénzügyi bizottságülésére igen vagy nem, és akkor én szeretném kérni, hogy amennyiben van a lehetőség, akkor akinek a kérelmét tárgyaljuk, akkor az lehessen jelen az ügy megtárgyalásánál, hiszen azt gondolom, nekünk is ott voltak kérdéseim, pontosan azért hiányoltam én is a kérelmezők jelenlétét, illetve egy picit majd tovább menve, hogy más ügyekben is a meghívás az úgy elmarad. Jelesül utcabejárások egyebek. De visszatérve ide a témára, igen, a mi bizottságunkon pontosan ez fogalmazódott meg, hogy a megoldást mindenképpen szeretnénk. Elhangzott ugye, hogy ellentmondás van a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, ugye egyfajta kötelezést ír elő az AB pontra, a étkeztetés házi segítség A pontra a családsegítés egyebek és az étkeztetés, illetve a nappali ellátás, amit ugye részletez, hogy miben nyilvánulna ez meg. Viszont a másik része, ez a befogadó kapacitás, ami meggátolja ezt az egész történetet, az intézmény létrehozását, ez egy olyan helyzet elé állított bennünket, amiből jelen pillanatban azt láttuk megoldásként, mint humánpolitikai bizottság, hogy talán ott, ha egy befogadást nyerhetne erre az évre, és nyilvánvalóan folyamatosan akkor folyamodni kell, azt gondolom, hogy hát ha lesz befogadó kapacitás, a kimutatásból azt látjuk, hogy nincs lehetősége ennek az intézménynek a létrehozására. A megoldás viszont azt gondolom, hogy sürgető és kell, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezek a fiatalok tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokra vitték, hiszen láttuk, most kaptuk meg az Egyedül Nem Egy Alapítványnak a kiadványát, hogy sikeres programaik vannak. Tehát 20 fogyatékos fiatal szakképzése, munkába állítása, tehát az alapítvány sikeresen működik, és azt gondolom, hogy mindenképpen feladatunk és kötelességünk, hogy segítsük ezt a folyamatot. Jelen pillanatban talán ez, illetve még nekem volt egy olyan javaslatom, hogy amennyiben ez nem tud működni, akkor a Klapka utca 4 szám, ahol a Caritas jelenleg ugye megkapta azt az ingatlant, de talán ez lenne a biztosabb megoldás, ez az intézménnyel való kapcsolatfelvétel. De lehet, hogy ők el tudják mondani, vagy nem tudom, Anyika tud hozzá mondani valamit, mert hogy ők hogy látják, ők is így látják el. Marikának megadom a szót, annyit azért hagy mondjak, hogy az elnök asszony személyesen volt bent nálam. Hozott nekem is egy meghívót a rendezvényükre, és akkor rákérdezett, hogy mikor lesz a tárgyalás, mert hogy a múlt héten, amikor bizottságülések vannak, nincs jelen, tehát nincs itthon. Mondtam, hogy a héten lesz a testületi ülés. Így volt, Marika? Így volt. Így volt, hogy személyesen közöltem, hogy mikor fogja a testület tárgyalni. Tehát az nem egészen úgy van, hogy nem tudtak róla, sőt, a bizottságülésen ellen se tudott volna lenni. Marika, befejezném. Rajta van a meghívón is, amit testület is kapott. Mindenkinek elektronikusan mennek ki a meghívások. Most az, hogy a postafiókot nézik, megtelt vagy nem telt, az nem. De személyesen mondtam, hogy most fogja tárgyalni a testület. Jó. Egedi doktornak adom meg előbb a szót, tessék. Akkor Marika, mikrofonhoz nyugodtan. Jó, van ott még egy szék. Hát, hozzatok oda egy széket, kérlek. Hát, mert a rögzíti a felvétel, a jegyzőkönyv miatt kellene. Jó, köszönöm szépen. Könnyíti a jegyzőkönyv vezetést a mikrofonban, mert a mikrobox vesz, és könnyebb a jegyzőkönyvvezetőnek a dolga. Köszönöm szépen. Tessék volna. Helyettem lett volna, aki eljön, mert én tényleg nem voltam itthon. Tehát vártuk a meghívót, és hogyha tudta, hogy megtelt a postafiók egy telefont, vagy egy papír alapú
értesítést kaptunk már máskor is közterület felügyelőtől kikézbesítve, tehát ezt úgy elvártam volna, hogy értesítsenek bennünket. Az, hogy nincs befogadó kapacitás, ez számunkra ismeretlen fogalom, mert 6-7 hónapja foglalkozunk ezzel az üggyel, és azóta is volt befogadás. Konkrétan Újfehértón, akik 30 gyerekre kaptak engedélyt. Tehát engedélyt adni csak arra lehet, hogyha beadják a kérvényt. Én nem hiszem, hogy bármi nemű kérvény született, vagy valaki a minisztériummal kapcsolatba lépett volna. Az, amit mondtak, hogy megkaphatnánk a Klapka úti, vagy milyen úti házat, az már egy pár évvel ezelőtt önkormányzati segítséggel körbejártuk, hogy az nem tudjuk átalakítani, mert építőmérnök megnézte, a kölyál megnézte, tényleg dolgoztunk rajta hónapokig, nem volt alkalmas rá, hogy ott bármit is létrehozzunk fogyatékos gyerekeknek. Az, hogy ti befogadnátok a gyerekeinket, ezt konkrétan nem tudom, mit jelent. Tehát az, hogy amit mondtatok, hogy mi bevisszük a gyereket is felváltva, a szülők vigyázunk rájuk, ez nem megoldás, nem erre van szükségük a fiataloknak. Jelen esetben csak erre van kapacitásunk, hogy úgy tudjuk felajánlani a helyiséget, hogy ha a ti szakembereitek is bent tudnak lenni, a mi szakembereink a mi saját szociális szolgáltatásaink feladatait végzik, nincs rá kapacitásunk, illetve nincs rá működési engedélyünk, hogy mi más szociális szolgáltatást nyújtsunk. Csak azokra van működési engedélyünk, amit jelenleg is végzünk. Fogyatékos nappali ellátásra nincs működési engedélyünk. Ez jogosulatlan szociális szolgáltatásnak minősülne, ha mi végeznénk. De ti, mint alapítvány, a mi helyiségeinkben végezhetitek. De ez nem megoldás. Ez nem megoldás, sem nekünk szülőknek, sem a fiataloknak nem megoldás. Jelen esetben csak ennyit tudunk felajánlani az intézményünk részéről. És mi az, amikor megpróbálnak úgy segíteni effektíven, hogy megalakulhasson a csoport fenntartással? Tehát akár önkormányzati vagy alapítványi közös fenntartásra. Erre szólt a két bizottságnak a javaslata, hogy egyáltalán próba jelleggel klubfoglalkozás keretében maga az alapítvány, tehát helyet biztosít az önkormányzat és a társulás, mert ugye a társulásnak átadott a szociális feladat jelenleg járási szinten történik, így egyszerű. És magát az önkormányzati ingatlant ajánljuk fel arra, hogy a szülők önszerveződése és az alapítvány segítségével elindulna ott klubfoglalkozás jelleggel, és évvégére, tehát mivel ebben az évben erre költségvetési fedezet nincs, novemberben lesz a jövő évi költségvetési koncepció, ez a 2-3 hónap alatt lehet látni, hogy mekkora az igény, mennének-e a klubfoglalkozásra, napi 4 órás foglalkozást meg lehet-e szervezni, ténylegesen hogy lehet használni a helyet, mert ezt kéne előbb fölmérni, hogy az akadálymentesítés ott megvan-e, komplex akadálymentesítésnek kell lenni, mondanom se kell, tehát nem csak az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozottaknak, hanem a látás és gyengén hallóknak is alkalmasnak kell lenni. Tehát nem lehet különbséget tenni a fogyatékkal élők között, hogy az egyiket befogadom, a másikat nem. Tehát olyan helyet most az önkormányzat, ami valamennyi fogyatékkal élőnek tovább foglalkoztatásra 18 éves kor felett lehetőséget biztosítana, nincs a városban. Nincs. Ezért mondtuk, hogy engedélyt egyrészt nincs befogadó nyilatkozat, de ezt értem, meg lehet kérni az engedélyt. Az engedélykéréshez kell egy hely, ami komplexen akadálymentesített, kellenek a személyi feltételek, tehát a szakmai környezet, személyi feltétel, és nem utolsó sorban finanszírozási feltételek. Tehát respektáljuk a kérelmet, biztosítunk egyelőre helyet, klubfoglalkozás jelleggel induljon el,
költségvetési koncepcióba figyelembe tudjuk venni, tudunk rá, ha lehet pályázni, pályázunk ilyenre, nem találkoztunk. Tehát minden pályázatot figyelünk, de ha nem lesz meg a szakmai környezeti feltétel, nem adnak rá működési engedély nélkül meg nincs befogadó nyilatkozat, és nincs plusz finanszírozás. Tehát én értem, ha kell, akkor az önkormányzat 100%-ban ezt a 17 milliót adja oda, hogyha nem lesz hozzá állami forrás, de akkor is kell szakembereket foglalkoztatni. Tehát nincs előkészítve maga a kérelem. Én nem tudok más mondani, a kérelem csak arról szól, hogy az önkormányzat kötelessége oldja meg, 10 000 fő fölött van a település, és biztosítson rá helyet. Klubfoglalkozásokat eddig is tartottunk, már több éve a gyerekeinknek, és itt a szakembereket fizettük. Ha volt pályázati lehetőség pályázati pénzből, ha nem volt, akkor mi szülők fizettük a saját zsebből. Tehát az, hogy délelőttönként, amit adnátok időpontot is, bemennének a gyerekeink, és szakszerű foglalkozás lenne velük, az pénzbe kerülne. És erre most az alapítványnak nincs pénze. Tehát mi szerettük volna, ez az érzékenyítőnek is arról szólna, hogy ismerjenek meg bennünket, lássák, hogy mennyi vagyunk a gondban. Tehát az a 20 éve megalakult óvoda, láthatjátok, hogy az is 11-es létszámokkal, meg 12-es létszámokkal működik, és azóta ezek a gyerekek felnőttek, és fűtnek a levegőbe. És a szülők rágják a fülünket, hogy mi legyen, hogy legyen, és nem tudunk nekik mit mondani. Tehát lehet, hogy nincs kidolgozva, azt mondod, de nem is tudtuk, hogy mit kell kidolgozni. Tehát nem igazán értünk mi hozzá, hogy azt el tudjuk mondani, hogy mi az, amit szeretnénk. Mi lenne jó a fiataloknak, a gyerekeinknek. Csak mi meg nem rendelkezünk azzal az információval, hogy a gyerekek összetétele milyen. Tehát egy foglalkoztatóban nem ugyanúgy, most én mondjam egy pedagógusnak, hogy nem ugyanúgy kell foglalkozni egy értelmi fogyatékossal, egy hallássérülttel, egy látássérülttel, mint egy mozgássérülttel. Nem lehet ugyanazt a feladatot adni, amivel lekötöm, hasznossá teszem a délelőttét. Pontosan, Marikával. Fogalmunk sincs róla, tehát induljon el egy kooperáció, egy együttműködés, erről szól a mi határozati javaslatunk ehhez, hogy egyáltalán elinduljon évközben, forrás nélkül, helyet biztosítanánk, fölmérnénk, hogy mire van igény, milyen összetételű a fogyatékkal élő fiataloknak a csoportja, és a ti tudásotokat is várjuk, hogy mit tudtok adni szakembert, vérezés ellenében, tehát nem ingyen kéri senki sem, de azért jó lenne tudni, hogy a ti kapcsolatrendszeretek milyen pluszt tud hozni ahhoz, hogy ott megfelelő konduktor legyen, aki a foglalkoztatásokat végzi. Én tudom, hogy ők segíteni szeretnének, mert pontosan Marikával voltunk már egy ilyen intézményt megnézni, ahol értelmi fogyatékos, vak és mozgássérült gyerek együtt volt. Tehát nem tettek különbséget köztük, mert meg lehet oldani és megtalálni azt a kulcsot, hogy együtt foglalkoztathatók ezek a gyerekek. Tehát külön feltételek, igen, persze, mert a differenciáltan vannak a szakemberek. Igen, tehát nem kell szétszedni a gyerekeinket, az enyhe, a középsúlyos, meg a súlyos fogyatékost, meg a mozgássérült, mert ott is volt minden. Igen, csak más a szakember arány. Igen. Amikor már enyhe értelmi vagy enyhe fogyatékossággal élőket gondozunk, más a szakember létszám, és más, amikor súlyos vagy halmozottan fogyatékos. Igen, tehát és ezek a 6-8 főre kidolgozott, az a minimum, amivel indulhatnak. A törvény ennyit ír elő, és ami intézményeket láttam, meg ez, ami most beindult, az is 30 fővel indult, meg ők is annyival dolgoznak. Tehát annyi gyerek itt Agonyban is lenne. Úgyhogy átbeszéljük a szülőkkel a javaslatotokat, és jelentkezünk, jó? Köszönöm szépen.
Meg nekem most jutott eszembe, és bocsánat, a kötöde, ami volt kötöde a Szolnoki úton, és egészségügyi centrumnak készült, és árverezés alatt áll. Megnézzük, hogy annak a bérbevétele mit jelent. Mert lehet, hogy olcsóbb bérelni egy helyiséget, mint egy épületet komplex akadálymentesíteni. Igen. Tehát az az épület, az már úgy épült meg, hogy akadálymentesen, ha nincs rá vevő, vagy tehát nem tudjuk, mert végrehajtás alatt állt az épület, hogy esetleg azt bérelni, mert ha ténylegesen ott a foglalkoztatás keretében akár termelő tevékenységet is szeretnének. Ez lenne a végső cél, mert úgy lenne rentábilis. Jó, de hát például ehhez is piackutatás kell, meg tehát én úgy gondolom, hogy az alapítvány annál többet tud tenni, mint amit leírt most, hogy kérjük, hogy az önkormányzat oldja meg. Tehát ebben együtt kell gondolkodni és tenni. Változatlanul fönntartom, hogy ebben az évben klubfoglalkozás is előkészület, és jövő évi költségvetés tervezésekor legyen meg, hogy akkor mennyibe kerül, és úgy kérni a működési engedélyt, de ehhez előbb a szakmai környezetet meg kell teremteni, ha máshogy nem mondom, bérelt helyiség útján, személyi feltételek, amihez kérjük a javaslatot, hogy akkor ti ismeritek a gyerekanyagot, vagy bocsánat, fiatal felnőtt Igen. anyagot, annak megfelelően mire van szükség a személyi feltételekhez, és a testület meg tervezni tudja a jövő évi költségvetésben. Jó, nagyon köszönöm, és jelentkezni fogunk. Tudunk, tehát nem elutasításról szól a határozati javaslat. Pont azért módosított, hogy most nem, de egy klubfoglalkozás keretében el kéne indítani, meg kell nézni a feltételeket, és ha lesz befogadása lehetőség, akkor az önkormányzat partner benne. Egedi doktor, tessék parancsolni. Szó, polgármester asszony, köszöntöm az alapítvány elnök asszonyát, illetve az alapítvány tagjait. Azért kívántam szólni, mert hallottam itt a észrevételeket, véleményeket, hozzászólásokat, és amit most el szeretnék mondani, az fogalmazódott meg bennem. És a Humánpolitikai Bizottságnak módosító javaslatát még egyszer átolvastam. Ugye arról szól a javaslat, hogy az alapítvány vegye fel a kapcsolatot a Humán Szolgáltató Központtal egyeztetés céljából. Annak érdekében, amiről itt szó volt, hogy legyen egy klub foglalkozás. Na most, igen, így van. Tehát ön mondta, hogy itt kezdtük. És eltelt fél esztendő, igaz? Nekem ehhez lesz egy módosító javaslatom. Ha ez így kerül elfogadásra, akkor nem akarok senkit megbántani. Legfőképpen a javaslattevőt nem, mert azért hiszem, hogy pozitív volt a javaslat, csak a kivitelezés meg a végső megoldáshoz vezető út szempontjából ez arról szól az én számomra, és ez a megjegyzés is erre utal, hogy megtárgyaltunk róla, kész, elhangzott a kötvetek, majd oldja meg az alapítvány. Nem valósult meg? Hát ott volt a határozatban, az alapítvány vegye fel a kapcsolatot, hát miért nem vette fel? Ha felvette, akkor miért nem vette jól fel? Stb. Tehát én azért ennél egy kicsit komolyabb javaslatot fogalmaznék meg a testület részéről. Én azt javasolnám, hogy ahogy az előterjesztésben szépen végig van vezetve ennek a problémakörnek a jogi háttere, akkor ugye ez legyen az alapkiindulás, és akkor a humánpolitikai osztály legyen ennek az összefogója, ennek az egész ügynek a rendezésével megbízva, és ennek a kis munkacsoportnak legyen tagja az alapítvány, a családsegítő szolgálat, a Kékmadár, meg akik ezen a szociális területen itt Tabonyban tevékenykednek, és akkor ki tud alakulni egy, most a javaslat szerint egy induló állapot, és utána a jogi feltételrendszereit meg kell teremteni ennek az egész történetnek. Nyilván itt az is elhangzott, és egyértelmű, hogy nem arról van szó, hogy felügyeletet biztosítani, szakembereket kell biztosítani, nem kívánom ismételni, amit el tetszett mondani. Honnan lehetne szakembereket helyből bevonni, én ajánlanám esetleg megkeresni a speciális otthont. Ott kell, hogy legyenek szakemberek, hiszen akkor működési engedéllyel sem rendelkezhetnének. Ugye elhangzott, hogy az óvoda 11 néhány éve már működik. Ott is van szakember, vagy vannak szakemberek. Addig, amíg önálló intézmény nem jön létre, a városban meglévő szakemberek
nek az ez irányú foglalkoztatását én azt gondolom tudná talán a város finanszírozni. A meglévő fő munkaidejeken túl ugye ez plusz munkaidőt jelent, nyilván ennek meg kell találni a jogi munkaügyi rendszerét, egyeztetve a jelenlegi munkáltatójukkal. Tehát úgymond lehetőségek rendelkezésre állnak, csak ezt valahogy össze kellene fésülni, ahhoz pedig kellene egy olyan vezetés, és ezt én a hivatal adott osztályában látom első körön, aki összefogja ezt ennek az egész ügynek a rendezését. Annak az épületnek a felvetése nem volt egy rossz ötlet, majd külön az ismereteimről polgármester asszonyt e tekintetben tájékoztatni fogom. Jónak tűnik még esetleg egy vétel is, de vannak benne buktatók. Nem tudom, ez két éves információ, nem tudom, hogy most hogy áll a történet, de utána fogok érdeklődni, hogy most jelenleg hogy áll ez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát a javaslat az, hogy készítsük elő ebben az évben ennek a jövő évi indítását. Tehát még egyszer mondom, ez mivel nincs engedély, nincs befogadás, nincs helyünk, ez most jelenleg nem megoldható, most prompt, július 1-től nem megy. De akkor legyen határidőben megjelölve, hogy november 30-áig előkészítjük a jövő évi indításnak a feltételeit. Megnézzük ezt az egészségügyi centrumnak épült Szolnoki úti egységet közösen, meg hatóság által, hogy abból lehet-e valami, akkor visszakerül a testület elé vétel vagy bérleti jogviszony. És én javaslom, mivel 130% a finanszírozás társulási szinten, akkor ebben a Ceglidi Többszülű Kistérségi Társulással közösen gondolkodni, hogy akkor ezzel a feladattal bővülhet-e. Meg kell vizsgálni azt, hogy a humánszolgáltató vezetése alatt ez működhet-e annak keretén belül, vagy önálló intézménynek kell lenni, nem tudom, hát körbe kell járni. Jobb lenne, hogyha mint ellátó egység egy intézmény keretén belül plusz feladatként működne, de nézzük meg a jogszabályt. És akkor novemberi testületülés, amikor a költségvetési koncepció készül, akkor tudunk konkrétan erről beszélni, hogy szakmailag ez vihető vagy nem. Személyi feltételeknél, ápolónőknél így közismert, hogy 60 órában dolgoznak, mert ott viszik a szombat-vasárnapot, meg az éjszakai műszakot. De itt pont arról van szó, hogy nappali ellátás. Tehát aki ilyen végzettséggel dolgozik, akár szociális otthonban, speciális otthonban, nem tartom valószínűnek, hogy másodállásként meg lehet oldani. Tehát itt nem esti, éjszakai és hétvégi ellátás, hanem hétközben és nappaliról van szó. De megvizsgáljuk a lehetőségét. Tehát a módosító indítvány akkor, ha befogadja a testület határozatként, erről szól, hogy novemberre készítsük elő a szakmai és személyi feltételeit a 2018-ban indítandó fogyatékkal élők nappali ellátásához. Van-e valakinek ehhez hozzászólása? Nincs. Akkor ezzel egészítenénk ki, hogy jelenleg ennek a feltételei nem adottak a településen, de novemberi testületülésre előkészítjük mind a szakmai, személyi és financiális feltételeit megvitatásra. Aki ezzel egyetért, kérem nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Igennel. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést, hogyha nem érkezett meg a meghívó, de én amiatt voltam nyugodt, hogy Marika személyesen beszéltünk egymással, hogy most fogja tárgyalni a testület, úgyhogy elő volt készítve. Még arról is beszéltünk, még a múlt héten, hogy Cegléden is ezzel utasították el a kérelmet, hogy nincs befogadás, tehát ennyire. Irénke, Marika ezt mondta. Akkor. Olyan szakban, olyan szakban, hogy minden nap. Tehát nincsenek elutasítva, ők is keresik.
Akkor ebben egyforma. Jó, mi is tudomásul vettük, remélem, hogy elégedettek a döntéssel. Jó. Akkor Irénke, erre hagyd mondjam, hogy olyan feladatokat datálhatnak, az önkormányzathoz delegálhatnak, amihez a feladat alapú finanszírozást biztosítják. Tehát az MÖTV-ben pedig ez van benne, hogy az önkormányzatra kötelező feladatként csak az testálható, amihez az állam a finanszírozást biztosítja. Erre nem tudok mit mondani, a jogsértés nem nálunk van. De lépjünk ezen túl, én úgy gondolom, és ne nyissunk így vitát, mert ez messze nem a testületi üléshez tartozik, jó? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, és további együttműködést kérünk és biztosítunk. Viszontlátásra. Megvárom akkor, ha elmennek Irénke, vagy maradnak tovább? Jó, köszönjük szépen. Viszontlátásra. Már ezen túl vagyunk, 12 igennel elfogadtuk. Úgyhogy novemberire készítjük elő, úgyhogy megnézzük, hogy milyen feltételeket tudunk biztosítani. Viszontlátásra. Uniós jogszabály, hogy valamennyi középületnek akadálymentesnek kéne lenni, már nem tudom mikor, 2004-ben lejárt a határideje, körülbelül ennyire tartják be. Forrás nélkül elég nehéz bármit is csinálni.